Részletesen pontról pontra magyarázza ez az autókereskedéssel foglalkozó honlap, milyen feltételekkel és pontosan kik vehetik igénybe a nagycsaládosoknak kiírt autóvásárlási kedvezményt. A 7 személyes autók vásárlására kiírt program a tavaly júliusban indult családvédelmi akcióterv része. Igénybe venni legalább 3 gyermekes családok tudják, és az összege maximum 2,5 millió forint lehet, vagy a megvett autó árának fele. Az EMMI család és ifjúságügyért felelős államtitkára már a program elindulása után 19 nappal arról beszélt, hogy több ezeren vették igénybe a nagycsaládosok kedvezményes autóvásárlására kiírt pályázatot. Összességében több mint 12 ezeren éltek már valamely támogatási lehetőséggel. 3000 volt a jelzálogkitel elengedések, illetve a babaváró támogatások iránti igény, és 6400-an éltek már a nagycsaládosok autóvásárlási programjának a lehetőségével. Azóta pedig már több mint 23000-en igényelték ezt a támogatási formát. Tolnán is népszerű a lehetőség a helyi nagycsaládosok körében. Hogy más nagycsaládosok, tehát akik nem egyesületi tagok, hogy éltek ezzel, ezt nem tudom, de nálunk ketten is tudtak már új autót vásárolni ezzel a kedvezménnyel. A nagycsaládosok által igénybe vehető adókedvezményt is több, legalább 2 gyermeket nevelő család tudja kihasználni Tolnán. A 2011-ben indult rendszer 2 gyerek után maximum havi 40000 forint bér utáni adójóváírás tesz lehetővé. A pénz a gyermekek számával párhuzamosan nő, idéntől pedig a 4 vagy több gyermekes anyáknak már egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Mi ezt észrevettük már régebben is, mert az 1%-unk ezért ugye megcsapant, és szoktam mondani, hogy egyik szemem sír, a másik nevet, mert sír azért, mert kevesebb 1%-ot kapunk, viszont örülünk azért, hogy a családjainknak nem kell adózni, tehát több marad így a családok zsebében. A nagycsaládosok által igénybe vehető családi adókedvezmény az elmúlt 9 évben 2600 milliárd forintot hagyott a gyermekeket nevelő pároknál.